Schulze legyen kétszál lesz. Szél fújja, fúj rája, harmadhajdó rája, mondhatjuk-e a fia, talán mint felkapdosta, csűr, ide, csűr, oda, kassira. Mikor alakult ki az a történet, hogy népzenei együttesből egy különleges célcsoport felé, a gyerekek felé fordultak, és bejött ez a történet? Hát igazából nem terveztük, sose terveztük, hogy mi gyerekeknek muzsikáljunk, meg az eszembe se jutott fiatal koromban, hogy én majd ebből fogok megélni, hogy gyerekeket szórakoztatunk, és ugyanígy a zenekarnak se jutott eszébe, hanem így alakult. Így alakult. Mindig is szerettük a gyerekeket, most is szeretjük őket, szeretjük a népzenét, most is szeretjük a népzenét, és egyszer elhívtak minket egy óvodába muzsikálni, nagyon aranyosak voltak a gyerekek, mi tudtunk velük bánni, éppen ezért aztán egy következő alkalommal is elhívtak, és akkor ott kezdődött már az, hogy gondolkoztunk rajta, hogy na akkor legközelebb, hát ne csináljuk már ugyanazt, mint tudom én egy hónappal azelőtt, hanem valami mást. Elkezdtünk a népszokások felé kutakodni, keresni, rájöttünk, hogy egy kimeríthetetlen kincs, és rólunk meg elterjedt, így az óvodai berkekben, meg iskolákban, később aztán a művelődési házakban, hogy mi szeretjük a gyerekeket, tudunk velük bánni, jó műsorokat adunk, és szépen lassan egymáshoz csiszolódtunk a gyerekekkel. Meddig tart ez a varázslat a gyermekekben? A 10 éves kor után hogy lehet ezt fönntartani? Nehéz, lehetne rajta változtatni, de ez már nem a mi dolgunk lenne. Sajnos 10 éves kortól azért a főképp a televízióból olyan sok hatás éri a gyerekeket. Mindenütt azt mondják, hogy hát amit kell, amit a közönség szeret, azt kell adni, pedig egy kicsit kellene tudni változtatni ezeken a határokon. És így megmaradhatna 10-14 éves korban is egy érdeklődés a hagyományaink iránt. Hogy készültek a Győri Könyvszalon mai koncertjére? Ó, nagy szeretettel, mindig nagyon kellemesen érezzük itt magunkat. A győri közönség, bár tudom, hogy az a közönség egy pár év alatt lecserélődik, akik voltak, mit tudom én, 5 évvel ezelőtt, lehet, hogy már nem lesznek itt, de eddig mindig nagyon szép emlékeink képződtek, vagy alakultak a győri szereplések, és most is ezt várjuk, és nagy örömmel jöttünk, és bízunk benne, hogy a mostani gyerekeket is el tudjuk varázsolni. Egy nap éjjel álmomban.